A Csemadok Szepsi Alapszervezete idén 11. alkalommal tartott emlékünnepséget az összetartozás jegyében. A rendezvényre június 4-én vasárnap került sor a római katolikus templom mellett található Nemzeti Összetartozás fájánál. Gergely Adriána, a Csemadok Szepsi Alapszervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Szepsiben sok éves tradícióra tekint vissza az összetartozás napi megemlékezés, ám idén első alkalommal a Csemadok Szepsi Alapszervezete lett a főszervezője az akciónak. Fontosnak tartjuk, hogy az 1920. június 4-i eseményekről megemlékezzünk, ám nem a múltban szeretnénk merengeni, hanem motivációt, erőt szeretnénk nyerni a múlt történéseiből és előre tekinteni. Ezt tükrözte a gyerekek fellépése is, a Boldog Sálkaház és Sára Egyházi Iskola Központ gyermekei adták elő az összetartozás táncát. Városunkat és az emlékező közösséget megtisztelte jelenlétével Csöbör Katalin, magyar országgyűlési képviselő, aki ünnepi beszédet is mondott. Kedves emlékezők, szétszakításunk fájdalmas évfordulóján azt is jól látjuk, és itt Szepsiben most kimondottan jól érzékelhető, hogy dacára az eltelt 103 évnek mi mégis együvé tartozunk. A Kárpát-medence legfőbb szervező ereje most is a magyarság. Gondoljunk csak az autópályára, amely Pozsonytól Kassáig Budapestet és Miskolcot is érinti. Tisztelt emlékező gyülekezet, kifejezetten fontosnak tartom most, hogy a nemzeti összetartozás ne csak egy eszme, egy szívünkben hordozott gondolat legyen, hanem legyen ez napi gyakorlat is. Legyen minél több határátkelőhely. Épüljenek autópályák, gyorsforgalmi utak, vasúthálózatok, vasútvonalak. Azért, hogy gyorsabban és könnyebben találkozhassunk. Nekünk, akik itt vagyunk, a Hernád, illetve a Sajó völgyében, kifejezetten az a feladatunk, hogy erősítsük a partner kapcsolatainkat, mert közös a múltunk, és a jövőnk is csak közösen sikerülhet. A történelmi egyházak nevében Gábor Bertalan, római katolikus esperes plébános és Molnár Árpád református lelkipásztor adott lelki útmutatást az emlékezőknek. Az iskolaközpont gyermekeinek színvonalas műsora, valamint a magyar nemzeti himnusz eléneklése után városunk mindkét templomában megkondultak a harangok. A Csemadok Szepsi Alapszervezete legközelebb június 15-én csütörtök délután várja a Városi Művelődési Központ nagy termébe az érdeklődőket, ahol Stibrányi Gusztáv tart majd beszámolót amerikai útjáról.